Ez az egykori Kenderfonó épülete Pécs hírten. A település részi önkormányzat már 2020-ban leírta, miként hasznosítaná az ingatlant. Ez bekerült a 2021-es fejlesztési tervükbe is, amit eljuttattak a pécsi polgármesterhez, sorolja a terület önkormányzati képviselője. De nem történt semmi, aztán május 4-én Péterfi Attila fórumot szervezett ide, ahol előadták a korábbi fejlesztési terveket, mondja Berényi Zoltán, akit nem kerestek meg előzetesen. Én többször firtattam polgármester úrtól ezt a fajta enyhén szólva és barátságtalan hozzáállást, hogy nem értesít, ha kijön a területre. Magyarán mondva fittyet hány 1646 választópolgár akaratára, akik ehelyütt is köszönöm nekik a bizalmat, és igyekszem minden erőmmel megszolgálni, engem választottak a területen, hanem mint egy kérkedve büszkén mondta, hogy akkor sem fog nekem szólni, ha kijön. Ennek legutóbbi példája múlt hét szerda, hogy a mi általunk üzemeltetett füstölőbe, amit mi tartunk fönn, mi üzemeltetünk, oda is úgy jött ki, hogy nem szólt. Saját intézményünkbe. No comment. Ez a vasasi füstölő, amit az egyesület működtet. Ezek a fotók pedig a Kenderfonóban készültek a lakossági fórumon. A képviselőtől megtudtuk, hogy egyfajta közösségi házat alakítanának ki itt. A földszinten egy 200 fő befogadására alkalmas terem van, fent pedig irodák lennének, például civileknek vagy helyi vállalkozásoknak. Az épület felújítása mintegy 500 millióba kerülne. Jelenleg a pénzügyminisztériummal tárgyal az önkormányzat a támogatási lehetőségekről, hangzott el a fórumon.